Ebből ki is derült. Igen, hát most nem töltöttem még be új zenét, már végig ott másolódik. Na, viszont a lány, aki betöltötte a 16-ot, kiosztotta az oktatási hivatalt, mégpedig a Facebookon írt egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú posztot, ami lényegében arról szól, igazából nem is biztos, hogy szükségem van a cikkre mankóként, hogy ő tulajdonképpen, ha az iskola által támasztott minden létező elvárásnak meg akarna felelni, akkor egy perce nem maradna arra, ami gyakorlatilag röviden az élet szóval lenne leírható, tehát hogy mit kellene egy 16 évesnek csinálni azon kívül, hogy iskolába jár és tanul. Lennének ötleteim. Hát az attól függ. Most nézzük az egészséges helyzetet, tehát egyfelől pihenni, mert azért tudjuk nagyon jól, hogy azért ott intenzív dolgok vannak, még akkor is igénybe veszi az embert, ha egyébként bele az arik. Igen. Mert azért végig kell ülni. Nevezzük napi 8 órának azt is, ilyen 10-15 perces szünetekkel. Kellene egy kicsit a családjával tölteni. Hát minek? Hát mert miért? Persze, értem. Mert azt mondtam. Kellene mondjuk a kisállatával tölteni némi időt, akiért felelősséggel tartozik, és amit valószínűleg azért kapott szüleitől, bárkitől, hogy felelősségérzetet tanuljon. Hát meg leginkább szocializálódni, tehát igen, haverokkal, barátokkal. Kellene a haverokkal lenni, hogy... Nem otthon lenni, kicsit kiszakadni ebből a világból. 16 évesen már a másik nemet feltérképezni. Stb. Az egész poszt az úgy kezdődik egyébként, hogy utálom az egészet, amit maguk művelnek. Gyerek vagyok, 5:30 kelek, napi 8 órán van legtöbbször, vidéken élek, a legkorábbi időpont, mikor 8 órával hazaérek, az 4:30, ahogy sok más ezer társamnak, akiknek elegük van szintén. A napom ugyanaz minden egyes nap. Minden egyes nap egy körforgás, maximum 5 óra alvás, majd az egész napos robot érzet. Etc. Ez a Facebook bejegyzés már nem érhető el. Nem tudom, egyébként az ilyen megmondós Facebook bejegyzések valamiért eltűnnek egy idő után, és valószínűleg ez a kommenteknek az átka lehet. Jó, hát a kommentekre majd egyszer külön tárgyalunk, de most térjük vissza ugye magára ehhez a hírhez. Tehát, hogy lényegében ugye nincsen elég időd 16 évesen ahhoz, hogy magad legyél, hanem csak a suli hülyeségeivel kell... hülyeségeivel kell foglalkozni. Igen, és ha már kommentek, a kommentelők pedig elég keményen kiosztották magát a lányt, és jöttek a klasszikus elmélettel, hogy ha gyerek vagy, akkor neked az a dolgod, hogy tanulj, és stb. Jó megközelítés ez? Van valami köze ahhoz, ami egy jó kimenetellel érhet véget? Nem tudom. Kiindulva vagy abból, hogy amit az embernek odaadnak, mint tanulni való, az nem mindig olyan, amire igazából a későbbiekben szükséged van, hiszen végül is nézzük át egy kicsit. Tehát van ott olyasmi, hogy történelem. Hogyha te történelmi beállítottságú vagy, akkor biztos, hogy fog érdekelni, biztos, hogy meg fogod tanulni, az jó. De hogyha olyan vagy, mint én, aki inkább ilyen reál tantárgyakból voltam jó, engem a történelem nagyon nem tudott meghatni, és... ha tetszik, ha nem lett volna a második világháború, engem meghúznak töréből. És így... Valamire már jó volt. Mióta ott hagytam, tehát befejeztem a sulit, lényegében. Most már mindegy. Lényegében ott is hagytam. Most már mindegy. Azóta hát sokkal több történelmi jellegű műsort néztem tévébe, ami engem érdekelt, vagy utána kerestem neten. Hát ugye? Mert ami érdekel, az mert megtalál. Ami érdekel, igen. Tehát például, ami érdekel, az megtalál. Mondjuk... nagyon jó példa erre a második világháború Berlin. Mi ugye tömegközlekedésileg azért valljuk be, hogy van némi érdeklődésünk a téma irányába, és hát amikor kint voltunk Berlinbe, akkor csodálkoztunk is, hogy az egyik megállóban ott volt egy tábla, hogy mit tudom én 42-től mit tudom én hányig, vagy 39-től 40 valahányig nem üzemelt az állomás. És így csodálkoztunk, hogy mi ennyi ideig nem üzemelt. Le se esett egyikünknek, hogy addig volt egy második világháború. Amiben Berlin elég komoly szerepet kapott. Igen, és hát utána néztük ennek a tömegközlekedési izének, és találtunk egy cikket, amiben ugye le volt írva, hogy volt olyan metróvonal, amelyik ugye az egyik oldalról átment a másikra a föld alatt, viszont ott nem állhatott meg egyik megállón se, az összes megálló le volt szögelve. Tehát így olyan információk voltak, amik egyébként érdekesek voltak. És a történelem órán elő se jött, még nyomokból sem. Nem, és hát ugye... ezek az érdekelt volna minket. I-
Igen, és hát ugye ezt most csak azért hoztam fel példának, hogy ugye annyi mindent tanulunk, ami nem érdekel minket, és annyi mindent nem, ami viszont igen, hogy ugye ezt ilyen tanterv jelleggel nehéz is belőni. Viszont annyira kidolgozni az egész tanrendet, hogy tényleg otthon is még a 6 órákat tanuljál arra, hogy a következő nap fel legyél készülve, azt szerintem a legnagyobb falság a világon. Igen, és ezt úgy összegezhetném, hogy beállítottságtól függetlenül igazából túl sok az a tényszerű információ, amit megtanulunk, és röviden azt mondhatnám, hogy az iskola az mindenre megtanít, csak az életre nem. És pont ezért tartom úgy, hogy annyi életképtelen ember kerül ki, akár egyébként a színötösök közül is, hogy aztán az életben nem tud magával mit kezdeni, hát, mert... mint amit pár hete beszéltünk, hogy mondjuk a iskola keretein belül lenne az egyik legjobb dolog, amit meg tudnának tanítani, hogyha lenne olyan tantárgy, hogy kressz. Igen. Gyalogos, biciklis, autós. Ha az összeset megtanulod viszonylag kötelező jelleggel, nem feltétlenül azért, mert autózni akarsz, hanem hogy nem akarsz nem. az autó vagy a villamos alatt végezni. Nem, hanem azért, mert hogy kezdődik az iskola című sztori? Oda kell menni, közlekedni kell. Hogyan kell közlekedni? Ezt valakinek meg kéne tanulni, és nem az, hogy elsőben izé szórjuk a füzeteket, és akkor 10 oldalban Igen, mert emlékszem, hogy volt valami kressz ismertető, de hát az annyira nem maradt volt, meg, hogy... Szerintem van egyébként most is, csak semmi értelme nincsen. És onnantól kezdve, hogy ezt így 10 oldallal mondjuk letudják, akkor jaj, de jó. Szalajzokat néztük, milyen jó volt megcsinálva. Igen. Igen, és onnantól kezdve pedig, ami marad, az a szülőnek az egyéni véleménye meg... okítása. Melyik autónak van elsősége? Basz, milyen műszerfal! Ja, és így full elvesztünk a képekben. Igen. És nem az a baj, mert persze illusztrálni kell valahogy, de ezt szerintem több órás tantárgyként kellene. Nálad, amikor sülis voltál, hogy néztek ki a napjaid? Hát, ha nem is ennyire keményen, de azért azt éreztem, hogy le vagyok terhelve, és kiégetnek éreztem magam egy-egy ilyen nap után. De mert... most tegyük föl, mit tudom én, 4-ig sülőben voltál, 4-re értél haza, utána? De legyen mondjuk 4-ig. Én annak idején jártam külön órára, szolfésre, gitárra, ilyen-olyan dolgokra, és utána tényleg azt éreztem, hogy majd elalszom, és tisztán előttem van a kép, hogy ülök az íróasztalomnál, és anyám próbálja nekem elmagyarázni a leckét, én meg így fogom ceruzát, és így kiesik a kezemből, és így ésper vagy leborul a fejem az asztalra, és szerencsétlen nem tudott velem mit kezdeni, mert magyarázta, én nagyra értékeltem, csak majd elaludtam. Igen. És ugyanez volt az órákon is, tehát nem bírtam ébren maradni. Annyira nem érdekelt, vagy nem kötött le. Bezzek, ha lekötött, például töriből tényleg volt olyan téma, amikor így hallgattam tényleg, hogy ekkor meg ekkor mi történt. De ez nem tartott sokáig, az nagy általánosság az tényleg az volt, hogy valahogy muszáj voltam ébren tartani magam, így csipkedtem magam, vagy így belevágytam a körmömet az újbegyembe, hogy csak fájjon annyira, hogy ébren maradjak, mert ha nem, elaludtam a picsába. Volt olyan, hogy ténylegesen elaludtam. Igen. Hát nem tudom, én ebből a szempontból kicsit más voltam. Tehát én jellegzetesen az voltam, hogy ahogy hazajöttem és leraktam a táskát, azt abban a pozícióban vettem föl másnap reggel. Tehát, ja, hogy... volt ilyen. Igen. Tehát, bőven. Én szerintem ilyen általános harmadik, negyediktől nem írtam házit. Tehát, hogy úgy törzsgyökeresen nem, erre ott voltak a szünetek, hogy az óra előtt megírjuk, vagy hát ez... pontosabban a stréberekről lemásoljuk. Igen. Tehát kizárólag így, és nem foglalkoztam nagyon. Hogyha mondjuk valami nagyon nagy feleltetés volt, vagy nagyon nagy témazáró, hát, akkor ilyen... azt mondom, hogy elővettem. Azért belenéztünk egy fél órát. Megnéztem, mondjuk. Milyen színű a könyv, hogyha netán valamiből puskázni kell, tudja, melyiket húzzam ki a padból. Igen, és de... akkor de frankó műszerfaj. És tettem is vissza, így van. Nem, egyszerűen nem tudott lekötni az, hogy tanuljak. És ezt a későbbiekben is azért tapasztaltam, amikor mondjuk már OK-i és vagy bármilyen szakra mentem, hogy amikor már tényleg kőkeményen tanulni kellett, akkor voltak ezzel gondjaim, hogy kössem le a figyelmemet arra, hogy tanuljak, és nem mondja el semmi. Igen, mert addigra már kialakult az a felelősségérzet, hogy valamennyi tétje azért mégiscsak van a dolognak, és meg kéne tanulni ezt a dolgot, ellenben nehéz a figyelemmel küzdködni. Igen, tudom, mert tehát gyakorlatilag középsúlyra én is eljutottam odáig, hogy már lelkiismereti kérdéssel csináltam belőle. Beleszartam, akkor hát, ez van. Igen, tehát volt olyan, hogy mondjuk... amikor kikérdezte a tanár a leckét, én akkor improvizáltam a választ rá. Tehát még meg sem volt írva, ki sem volt töltve a füzetem. És így visszagondolva egy percig se bánom. Uh-huh. Tehát végül is, hogyha azt mondom, hogy ennyi erőbefektetéssel is elvégeztem. Úgy, ahogy elvégeztem.
emellett tudtam magamat csinálni tényleg egy viszonylag, nevezzük életnek. Tehát el tudtam járkálni haverokkal találkozni, el tudtam járkálni jobbra-balra, tudtam csinálni a saját hülyeségeimet, tudtam legózni, bármit, tehát most nem tudom melyik életkort lőjük be. Tudtam bármit csinálni. 16, az már pont az a határ, amikor az ember elkezdett csajozni, akkor az első barátnő nálam is akkor került a képbe. Tehát ott már vannak dolgok, amikkel szeretnél foglalkozni, és nem azzal, hogy szeretnéd megtanulni, hogy mi az élet az összes rossz és az összes jó oldalával és együtt. Nem az antant hatalmakkal szeretnél foglalkozni. Igen, mert van az életnek a rossz oldala, a jó oldala, meg az iskola, ami egyikből sem mutat eleget. Igen, mert az iskolának voltak jó és rossz oldalai, a jó a szocializáció, meg hogy nézzük a lányokat a folyosón. Igazából tök szörnyű, mert én az életnek a nagy dolgait, ha úgy vesszük, akkor a tanköteles korom után tanultam meg végig. Egytől egyig. Jó, hát te most tartasz a pubertás. Igen, én most tartok a pubertás kornál. És igen, de... az iskola csak föltartotta ezt a folyamatot, úgy veszem észre. Igen, és nagyon durva, és akkor így kiszabadultam az életbe, és akkor magamtól így fel kellett fedeznem a dolgokat, mert előtte ugye a kutya nem mutatta meg. Meg hát jó, persze közben is, de nem az iskola járult hozzá ahhoz, hogy olyan ember legyek, amilyen. Volt egy keretrendszer, ezt túl kellett élni. Igen, meg hát azért volt annak is egy varázsa, hogy ugye abban a korszakban lehettünk gyerekek, amiben. Tehát... ugye manapság már nagyon elterjedt ez az e-napló. Tehát ugye még meg se kapod a dolgozatot, de anyád már tudja, hogy pofán ver otthon. Igen. Mert megint karót írtál. Mi korszakunkban hát ez a legszebb gyöngyszemek voltak, amikor mondjuk átírtál egy-egyet, nem írtál be egy-egyet, két ellenőrződ volt, egyikben jó, másikban rossz jegyek. Tehát hogy még tudtál kicsit csibész lenni, igen. Hogy azért az alakította a programjaidat, szobafogság, mi egymás. Tehát azért muszáj volt ugyanilyen ezekre. Hogy nyúlsz bele az e-naplóba? Feljelent a BKK. Megkapcsolom, átírom a wifi jelszót. Tehát teljesen más büntetések lehetnek ma, és nem tudom, tehát nem lehetett ezekkel játszani. Hát... Tehát muszáj neked is valamilyen szinten teljesíteni, ha nem akarod, hogy otthon fölképeljenek. Hát igen, meg... És hát ugye ez tanulással megy rá, és hogyha tényleg gyerekként egyértelmű, hogy még nincs ráva az agyad arra, hogy mindenféle szírszart megtanuljál, meg főleg nem ilyen töménységben, hogy az emberek mondjuk napi 8 órája van, 8 különböző tantárgyal zsibbad le az agya. A 6. óra után már úgyse tudja, hogy egyáltalán melyik napot írjuk, nem az, hogy még milyen órán ül. Nekünk még emlékszem, a 7.-8. óra az csak 40 perces volt. Tehát 5 perccel rövidebb. És pár csak. Még az se volt számunkra öröm, mert tényleg így ültél ott, mint egy zsák krumpli, és így figyeltél, és így... Nem? Nem tudom, igazából volt ott még számos hátrány, amit én akkoriban szívásnak ítéltem meg. Az egyik az a kaja kérdése. Tehát, hogy ugye vittél magaddal valamennyi ennivalót, meg mondjuk, ha ráfanyalottál, akkor előfizettél a menzára, de nem volt alternatívát. Tehát, hogyha a napközben a kis szendvicseid elfogytak, és meg akartál ebédelni, akkor jó, ott volt a menza, de a menza köztudottan szar. Tehát ne szépítsük, a menza szar. Akartál valamit enni, és nem mehettél ki az épületből, mert a portás már így nyúlt utána, de ő még ott ült, de a keze az elért, és így visszacibált téged a kapusznidnál fogva. De nem mehetsz ki az épületből, még akkor se, ha amúgy a szomszédban van valami jó étterem. Tehát ez egy irtózatos nagy börtön flash-t adott az embernek. Tehát, hát és tudjuk, a pontos a szaporodik fogságba, tehát a gyerek se érzi jól magát, hogy tényleg igen, börtön feelingje volt, és hát nekünk középsuliba megadott az a szerencsénk, hogy az egyik igazgatóhelyettes tököli börtös masszer volt. Tehát ne tudd meg, milyen fegyelmet kellett nekünk prezentálni a folyosón. Tehát ott nem érezte az ember jól magát. Igen, megvoltak azok a tanárok, akik így már a puszta megjelenésükkel tekintét parancsoltak, és akkor egy ilyen környezetben eltöltesz napi, hát jó esetben 6, nagyon rossz esetben 8 órát, és akkor utána meg járják külön órára, amire azért jársz, mert az téged érdekel, és az iskolától nem kapod meg. Persze. Egyébként. Meg járnál, mit tudom én, hát ami ezért kedved van, rajzszakkörre, lovardába, akármi, és akkor utána tényleg hullafáradt vagy, és akkor ugye mindegyik tanár azt mondja, ami ebben a posztban megemlítése is került, hogy
ha csak egy órát szánnál a tantárgyamra naponta, akkor milyen jó eredményt ér. Hát de basz meg, van és hét az... másik tantárgyam, és az meg már hazamegyek, és már 8 órát. Van 198 tantárgyad, akkor naponta 198 órát kellene rá készülni, mert ha csak egy órát, meg csak egy órát, meg sok kicsi sokra megy. Közben azért Gábor írja, hogy büfé. Hát igen, a büfé... Hát a büfé volt a legjobb emlékem az iskolából. Tehát a középsuliban az első két évben olyan büfénk volt, hogy te előző szünetbe le kellett adni a rendelést, hogyha tényleg akartál valami jó, finom meleg szendvicset soron kívül kapni. Igen, ott mondjuk és a... azt visszasírom, pont a héten ettem meleg szendvicset, és azt idézte föl. A meleg haja az mondjuk ott kimerült a meleg szendvicsben, így az emlékeim szerint. De fölnőttél rajta, bazd meg? De hát valahogy fölnőtt rajta az ember, én mondjuk nem, tehát én mondjuk az otthoni szendvicsből toltam, és így szerettem volna valami jó egy tál ételt enni, de hát hiába laktam 5 percre a sulitól, ha nem mehettem haza, tehát cseszhettem a dolgot, vagy aranyárban esetleg a büfében kaptam valami értelmeset. Úgyhogy ez a része, ez totál elégedetlenség volt nekem, és szerintem ez a helyzet ma is változatlan. Így van. Na, de akkor egy kicsit túlszaladtunk már szerintem ezen a témán is. Úgyhogy szerintem még pár számot megpróbálok összekevergetni, aztán a végén még érkezünk egy... Na, most legyél nagy meg a mixes. Hát, most lehet, hogy az leszek. Na, még néhány percig Maniac zenél itt a Sound Arena-ban. Így péntek este.